A végkiárusítás és a 40%-os leértékelések rengeteg vásárlót vonzottak ide a győri Baumaxba. Ahogy a hátam mögött is jól látszik, parkolóhelyet szinte esélytelen találni az üzlet területén, de bevásárló kocsival is elég ritkán találkozhatunk, pedig ugye ezzel sokkal könnyebb lenne vásárolni. Bencsem, könnyebb a helyzet, hiszen egyszerre 7-8 pénztár működik, de így is átlagosan egy-egy sorban 25-30 vásárló áll, ez pedig jóval meghosszabbítja a vásárlás idejét. Rengeteg mindent elkapkodtak már a vásárlók és az élelmesek, például a törölközőszárítós radiátorok és a laminált parkettákból szinte alig maradt valami a boltban. A Baumax január közepén jelentette be, hogy kivonul Magyarországról. A vállalat a közleményében úgy fogalmazott, hogy ezentúl teljes figyelmével az ausztriai, a cseh és a szlovák piacra kíván koncentrálni, és ezeket az országokat szeretné az új értékesítési koncepcióra átállítani. Térségünkben egyébként Győr mellett Sopronban is működik ilyen áruház, amely csak úgy, mint az ország másik 12 Baumaxa, kedd reggeltől általánosan 40%-os diszkonttal kezdte meg a végkiárusítást. Szerettünk volna mi is forgatni az üzlet területén, de erre a vezetőség nem adott engedélyt, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a képeink jól bemutatják, hogy milyen vásárlási láz tört ki itt a győri Baumaxnál.